Háló, Rotő Lánc úr is, de milyen vezető van meg Lánc? Konkrétan milyen méretű, milyen osztású? Hát aki nem tudja, az figyeljen erre a videóra, mert annak lesz egy ajánlatom. Bemutatok itt többfajta vezetőt, láncokat, és akkor majd lesz egy olyan ajánlat, hogy ha e-mailben megírod a gépednek a típusát, akkor én majd kiajánlok egy linkben egy konkrét típus vezetőre és láncra, és még ajándékmérszerűt is adok. Na, de miért kell ezen gondolkozni ilyen sokat? Azért, mert ugye a vezetőkből van több minőségszint, ugye vannak olcsóbb vezetők, meg drágább vezetők. Mutatom itt a két példát, ez egy ilyen vezetőtől, mint ez a japán sugihara, kb. 5-ször annyi élettartamot várunk el, mint attól az olcsótól. Jó? És ezért lesz az, hogy most kérlek majd az e-mailben azt is írd meg a gépet típusa mellé, hogy milyen minőségszintű vezető, tehát egy olcsó, egy középkategóriás, vagy egy magas minőségű az, amit kérsz, és akkor neked úgy választok. Na, és miért is fontos ez? Azért, mert mindegyik gépnek más, sok gépnek más a felfogatása a vezetőjének, tehát ez nem mindegy, hogy egy Husqvarnára való, egy Steelre való, milyen a láncosztás, látod, az Steel az vastagabb, és úgy, ha más a vezető, akkor más a lánc méreted is, és láncból is létezik olyan, hogy olcsóbb lánc, meg létezik drágább lánc, például a legjobb nálunk az Oregon EXL lánca, ez egy krómozott élő lánc, de vannak olcsóbb Portland láncok is, sok ezer forintot meg lehet vele spórolni, ha az ember mondjuk egy ilyet választ. Úgyhogy itt a kérdés az, hogy neked egy ilyen jó minőségű cuccot rakjunk össze, vagy elég olyan, ami csak működjön, és ha valakinek esetleg ilyen erdészeti gépe van, akkor a harvester vezetők is rendelkezésre állnak, nagyon ritkaság, de létezik. Na, szóval az ajánlatom az, a gépet típusát írd meg nekem e-mailben az info@peterlancfurist.hu-ra, és a három minőségszint közül milyen vezetőt és láncot ajánljak a számodra, és akkor én válasz e-mailben ezt megírom neked, hogyha ott megrendeled, akkor kérem a megrendelés megjegyzésébe írd be azt, hogy ajándékreszelő, és akkor ha az együttműködésünk létrejön, akkor még egy ajándékreszelőt is adok a számodra. Várom a e-mailedet.